feladathoz szerinted? Nagyon jó kérdés. Én is nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Grizzly említette amúgy, hogy a tegnapi nap folyamán azért mennyit tud segíteni akár egy ilyen interjú, amit ott láthatunk, vagy hát hallhattunk Logi kapcsán. És úgy azt mondta, hogy hát azért magabiztosabb MTK győzelmet szeretett volna, hogyha ezen gondolatmenetet végigkísérve nézzük az MTK-nak a pályafutását, akkor ebből szerintem egy sima 3-0 tud lenni. Itt most a kék oda javára. Ehhez a feladathoz kell felnőnie, úgy gondolom, a Békés Csabai Esport Egyesületnek, és hát szerintem ez egy tökéletes, bemelegítő mérkőzés lehet mondjuk akár számukra, nem tudom, te ezt hogy látod. Hát amiben, amit látok, az nyilván előre nem látok ilyen dolgokat, viszont azt látom, hogy a B-nél Bob helyett Norbert van főszerepben, a negyedik játékosa a Békés Csabai Esport Egyesületnek. Nem tudom, hogy ez most erősíte vagy gyengít rajtuk. Talán egy nagyon minimálisan gyengíti a Békés Csabai keretet, de az MTK-nak ettől függetlenül a feladatát nem másítja el. Nyilván nyerni akarnak, ettől függetlenül az első percben még csak oda-vissza játékok vannak. Talán egy kisebb, nagyobb MTK mezőny fölénnyel, egyel gól nélkül. Egyértelműen eddig fölényben látszik az MTK Budapest, viszont én nem látom azt a nagyon nagy megindulást, amit igazából tegnap ígértek mondjuk nekünk. Közben jön egy rálövés Kókunttól, az mellé megy egy picit, de továbbra is meg tudják tartani a labdát, és nem tud kijönni ebből a szorításból most a Békés Csabai Esport Egyesület. Logitól még itt egy felrakott labda, az majdnem, hogy bemegy, de végül be tudja fejezni. Richmond ment volna segíteni csapattársának, ám az nem sikerült neki gólt hozni, és Gógi ezt be tudja fejezni. Ott volt Racsni hátul, de nem tudott időben arra felugrani, így hát majdhogy nem 2 perc kellett itt az első MTK Budapest gólhoz. Ez az első másfél perc nagyon tompán kezdődött a mérkőzés szempontjából. Most viszont úgy látszik, egy kicsit beindulnak a góljárok, és nem csak az MTK Budapestnél, hanem a Békés Csabai Esport Egyesületnél is észnek volt, meg a részhetje felhasználja, és aztán egy gyönyörű bombát ejt az ellenfél kapujára, szép szólóplay, 1-1. 1-1 bizony, és hát hiába megvolt már a debütáló meccse az MTK-nak a tegnapi nap folyamán, hát azért mégis érződik szerintem valamennyire, hogy mégiscsak a napnak az első meccsét játsza most ugye mind a kettő csapat, és hát nagyon hamar tudott válaszolni a B, konkrétan másodpercek alatt itt most az MTK-ra, ami nagyon fontos tud lenni igazából, hogyha az egész meccset nem hátrányban játsszák le, és közben megint csak Norbert megpróbálkozna ott egy 50-vel, de Gogi megfelelően hely tudott állni, és hát támadhat továbbra is az MTK. Gogitól nem érkezik a bepassz ellenben, Kókun segítene neki, ebből ki fog tudni most jönni a B, és egyelőre marad az 1-1-es állás. Norbert ellövi, sőt, kapura is teszi a labdát. Majd előre, Kókun. Még egy touch meg lesz neki, nem? Norbertnél van az a touch egyelőre. Aztán Ész lelopja onnan kék játékosra a labdát. Lassan viszont nem tud már menni a beatre. Kókun a szemben Richmondnak középre. Aztán végül ő teszi oldalra. És próbálja az MTK Budapest megint csak átvenni a vezetést, de ez azért annyira nem könnyű dolog, még ezen a negyedik játékosa kiállt B ellen sem. Habár még van egy kis idejük, illetve pontosan tudjuk, hogy az MTK-nak passzol a játék, akkor nagyon gyorsan tudnak jönni a gólok. Úgy látszik, hogy a B-nek is most egy kicsit jobb időszaka lehet, aztán a lövés viszont nem talál kaput. A tegnapi első mérkőzésen azért láthattuk, hogy az MTK tudott fölényeskedni, közben Gogi elhozza a második gólt is itt az MTK Budapestnek. Észtől nem volt jó az a touch, Kókun még tudott egy picit segíteni, beljebb túszakolni azt a labdát, hiába ott volt még Ész, illetve Norbert, egyik ők sem tudott hozzáérni, ezzel most újra egy góllal el tud húzni itt az MTK Budapest. Korábbi gondolatmenethez visszatérve, hát azért az MTK Budapest nagyon jól tudja, hoppá, Racsinak kellett egyet védenie. MTK Budapest jól tudja kihasználni a hibákat, ellenben most azért keveset láthatunk viszonylag a B-től, ami azért addig nekik egészen össze tudott jönni. Most kell, még van 1 perc, 20 másodpercük felzárkózni, lő továbbra is Richmond, de talán most ezzel meg tud indulni a Békés Csabai Esport Egyesület.
lehet, még mindig Gogi. Aztán viszont ez annyira nem feltétlen volt jó így. Norbert! Nagyon szoros volt. Nagyon sokszor van két darab B játékos lényegében egy területen. És ugranak egy labdára. És az előbb vagy utóbb meg fogja bosszulni magát. Most a kapufa viszont mellettük volt. Így egyelőre mérkőzésbe tartja a narancscsapatot. Hát még mindig van 40 másodperc, és ez alatt az MTK-n is növelhetné előnyét, mintha a B is visszahozhatná X-re az állást. De ahhoz egy kicsit jobban mozgósítaniuk kell magukat a középpályán, és jobb, nagyobb nyomást kell helyezni az MTK Budapest kapujára. Ugye csak fogy az idő, hiszen közelgünk az első meccsnek, utolsó 20 másodpercéhez is. Hát továbbra is az MTK van fölényben. Lehet, hogy nem óriási gól előnnyel vannak, de folyamatosan tudják intézni a támadásokat a narancságok kapu felé. Utolsó 10 másodperc talán most még meg tud indulni. Norbert egy feltett labdával Racsni passzolná, de ahhoz már nem fog tudni érkezni ész. Még most itt az utolsó másodpercekben továbbra is Kókunnál itt a labda. Le fog az vajon pattanni? Jön még azért Goginak a középetett labda, amit egy kicsi ideig fent tudott tartani, de végül is 2-1-es arányban itt most meg tudta indítani az MTK Budapest egy 1-0-val itt ezt a szériát. Hát az egyáltalán nem volt annyira meggyőző, mint amit talán előzetesen jó pár ember várt, de az a győzelem, az győzelem. Volt egy B-hiba itt közel egy percet követően, amit aztán igazából ész helyre is rakott, aztán viszont ez előbb említett ész passzolta le a labdát Kókunnak, illetve Goginak. És látszik, hogy mennyire szépen szinkronban ugrottak le a semmiből, a levegőből a bi játékosok. Pontosabban kettő darab bi játékos. Úgyhogy ezen kéne javítani, hogy kettő játékos helyett egy játékos ugorja le ugyanarról a helyről, és valahogyan egy kicsit jobban és magabiztosabban rotálni, és akkor talán az MTK-t meg tudják szorongatni, gémet is el tudnak hozni. Viszont amíg ez a játék így marad, addig szerintem ezt az MTK, ezt a kisebb előnyét meg fogja tudni tartani. Valószínűleg, viszont én azért nem abban reménykedek, hogy így fog lemenni ez az egész B5-ös széria, hogy azért hát, hogyha ilyen egy-két gólos különbségekkel, de az MTK fog menetelni, azért szerintem ők is maguktól mindenféleképpen meggyőzőbb teljesítményt várnának. Mondjuk azt nézzük, amit Ogi mondott tegnap, hogy hát egy nagyon reális top 2-t azért váratunk a csapattal. Ész megy el közben itt a labda mellett, és hát megadja az esélyt az MTK-nak a támadásra, és pont tudja még oda backboardozni a labdát. Kókó már arra nem fog érkezni, de egy eladott labda a Békéscsabai Esport Egyesülettől. Ennek ellenére továbbra is támadnak. Hopp, egy pici miszkommunikáció MTK részről. Azért még nem olyan túl jó az összhang, amit Racsni tud kihasználni. És hát most megindítja a Game 2-t egy 1-0-val. Okun labdájára tud nagyon szépen reagálni, és Richmond is elrepő labda mellett. Goginak ott már nem volt boostja, és hát az adódó lehetőségre tudott nagyon szépen reagálni Racsni. Ezzel megkezdi egy 1-0-val itt ezt a Game 2-t. Ja, az MTK Budapesttől sem látunk ilyen hibákat nagyon gyakran. Hát most ez megtörtént. Nyilván, mivel a szedben azért valamennyire jól állnak, ezt a hibát még annyira nem kell sarkalatosnak venni, de azért ezt minimalizálni kell ezeknek a számát. És próbálnak támadásokat indítani az ellenfél kapujára, miközben valami probléma van. Valami miatt állunk egy helyben. És úgy látom, hogy az egyik játékos ki is lépett, úgyhogy nagy valószínűséggel ez nem tudom milyen probléma van, meg mikor jött a probléma. Lehetséges, hogy egy újraindítás fog következni, amiről most már meg is kapjuk a hivatalos megerősítést. A kérdés csak az, hogy 1-0 lesz, vagy 0-0? Én úgy gondolom, hogy itt ez 1-0-val fog folytatódni. Egyelőre most visszakaptuk a képet. De így van, egy szerver restartot követően fogjuk majd itt folytatni. Nincsen meg az információnk arról, hogy most akkor ez 1-0-val vagy 0-0-val fog folytatódni itt, de én úgy gondolom, hogy hát azért telt el azóta némi idő,
hogy érvényesíteni lehessen azt az első gólt. Kíváncsi leszek, hogy mit nyilatkoznak ugye erről majd a csapatok. De hogyha ez így marad, akkor hát reális esély szerintem ott van a Bínél ehhez a Game 2-höz. Hát most, amíg most minket fogtok látni addig, amíg itt a hivatalos intézkedések el nem kezdődnek meg minden, de ahogyan látom, a probléma igen, tehát úgy jött a probléma, hogy az első gólja a game-nek számíthat, csak ez az egyenlítő találat, amit így utólag láthattunk, ez veszíti érvényét, úgyhogy ha minden igaz, akkor a B ugyanúgy 1-0-ás előnyből indul. Azt nem tudom, hogy ma szerver gond volt, vagy valakinél hardveres gond, de hát ez nagyon remélhetőleg. Nem tudom, hogy kiderül-e vagy sem, de hát ha látunk majd képet, meg azt, hogy játszanak, akkor majd hátha. Hát én itt most a kapott információból talán arra tudnék tippelni, hogy itt egy szerver probléma lehetett, mert nem csak egy game restart kaptunk, hanem szerver restartot is. Nagyon jó kérdés, hogy ténylegesen mi történt, nem is biztos, hogy ezt meg fogjuk tudni. Nem is érdekes, ellenben viszont az tud lenni, hogy hát vajon ez melyik csapatnak tud ilyenkor kedvezni ez a kis technikai szünet, amikor azért mégiscsak tudnak a csapattagok egymással beszélgetni, hogy min lehetne javítani itt Game 2-n belül. Nagyon jó kérdés tényleg az, hogy ez kinek fog kedvezni. Talán a korábbi meccsekre, a korábbi szezonokra, hogyha visszatekintek, szerintem ez nem az underdog részére volt előny legtöbb esetben, de jelenleg ott lesz az 1-0-ás vezetés a B-nél, és hát itt a lehetőség, hogy megmutassák, hogy igenis itt vannak, és akkor legalább visszajönnek itt a szérián belül egy 1-1-re, ami azért mégiscsak hatalmas lenne itt a számukra. Na hát közben most már, ahogy nézem itt, pont hogy a B-nél lehetnek problémák, úgyhogy hát itt van egy bizonyos idő, amit várakozunk rájuk. Nyilván nagy valószínűséggel meg fogják oldani ezt a gondot még időben. És aztán csak, hogy mindenki tisztában legyen, el fog kezdődni a mérkőzés a háttérben. Le fogják pergetni azt az időt, aztán nem is tudom, 40 másodperc volt talán az első B találatnál. Az megtörték, és ott onnantól kezdve a kickoff-tól fogjuk majd mutatni 1-0-ás B előnytől a mérkőzést. Addig pedig hát várunk. Válaszolva a kérdésedre pedig, hogy kinek jöhet ez jól, hát nem tudom, hogy igazából milyen téren jöhetne jól vagy rosszul, mert a B-nek nyilván örülni kell, hogy a vezetést megszerezték. Az egy másik kérdés, hogy most egy saját problémájuk miatt a saját ritmusukat dobják ki a kukába. Hát, de addig is csak találgatni tudunk, de hát ez biztos, hogy ki fog derülni még a mai napon, hogyha minden igaz, akkor talán 5 perc technikai szünet fog most megtörténni igazából. Vajon kinél lehetett ez a probléma? És hogy meg-e fog ez oldódni időben? Igazából erre lennék kíváncsi, hogy akkor megfelelően tudjuk-e folytatni itt ezt a meccset. Ilyenkor szerintem az adott játékosnál, akinek megtörténik ez a probléma, megtörténhet esetleg az a szenárió is, mikor attól tart a meccsnek a további folytatásában, hogy meg-e történik-e újra, és hogy akkor nem is, majd utána a KKM fog itt talán csomót keresni, hogy megint csak laggol, megint csak szerver probléma lehet. Remélem ilyen nem fog történni, korábban sem történt ez, de hogyha nem tud megakasztani senkit most ez a pici probléma, akkor amúgy ez egy nagyon izgalmas meccs tud lenni. Mert meg tudja beszélni itt most az MTK is, hogy mi volt itt a probléma, legalábbis számukra, hogy hogyan tudott itt most egy kicsit erősebb játékot mutatni a B. És hát a B, hogy ezt miként tudja majd folytatni. Viszont ez biztos, hogy egy izgalmas első 40 másodpercet fogunk majd látni abból a tekintetből, hogy hát a legtöbb demo az általában ilyenkor szokott bekövetkezni ugye ebbe az első afolgatós időszakban. Addig is izgatottan várjuk. Hát az azért ezt a 40 másodpercet valószínűleg még mi se fogjuk látni, meg senki.
mi majd csak a góltól fogunk bekapcsolódni. De... hát igen, az izgalom onnantól fog kezdődni, hogyha esetleg valaki most lő egy kick-off gólt, na hát akkor az ellenfél csapatot eléggé a... úgy mentálisan egy kicsit lejjebb küldi. Tehát az lenne szerintem inkább a gond a valamelyik csapatnak, hogyha egy azonnal bekapott góllal változna tovább az eredmény. Ugye a B-nek, hogyha lényegében az előnyét elvesztené, akkor azért nagyon nagy gondja lenne. Na és akkor itt van 4-20, ott az autók el vannak, és hát végül is, ha úgy nézzük, MTK gól, de a B javára. 40 másodperc után 1-0-ás B előnyből jöhet a második game folytatása. Na hát akkor meg is láthatjuk rögtön, hogy be fog a következni az a kick-off gól, amitől itt valamilyen szinten tartottál, ugye? De az MTK most itt meg tudja ragadni a labdát, és ott marad egy picit üresen. Goku majdnem, hogy ki tudja használni ezt a lehetőséget. De most észerőt ott van az üres kapu, és akkor még ott volt éppen a háttérben, kevés busztja meg volt erre. Norbertől egy nem túl pontos lövés, de vissza tudott jönni azért mégiscsak itt most a kick-off után a B, és Ace próbálkozik valamiféle play-jel, amit Richmond itt most meg tud állítani. Szerintem nagyon jól tudta megkezdeni itt most a technikai szünet után mind a kettő csapat itt ezt a játékot. Az MTK gyorsan akart egy egyenlítő gólt szerezni, hiszen viszont a B volt az, aki nagyon szépen tudott építeni támadást. Ez viszont most egy nagy hiba Norberttől, jön is a lövés, aztán valahogy a három narancs játékos közül az egyik el tudja lőni. Rasni továbbra sem tud tisztázni. Jó a lövés, kapufa, segít a B-nek, kipattanó, Gogitől a lövés, felső kapufa, még egy lövés, az már a felső kapufán túl, na majd Kókun befejezi végre. 1-1, kiegyenlít az MTK Budapest, Norbertnek nem volt búsztja, Rasnak nem volt búsztja, Észnek itt fogy el a búsztja, konkrétan nulla búszttal. A B az MTK-nak már csak idő kérdése volt, hogy mikor szerzi meg az egyenlítés. Ez 3 perc 15-tel a vége előtt született meg. Viszonylag hamar tudott reagálni itt az MTK Budapest, és hát egy nagyon érdekes gólt láthattunk, akár mondhatjuk taktikának, akár nagyszámú törvényének, minden esetre ezt most itt a kék csapat tudta kamatoztatni itt a újraindítás után első kick-offból a gólt. Ismét csak B kapu előtt a labda, most ebből Racsni indulhat meg, ott van Kókon a háttérben, nem is lőtte rá, nagyon okosan, és Észtől egy nagyon jó lesipuskás lövés kettő MTK játékos között. Racsni arra nem lőtt rá, itt most még bepatintja azt a labdát, és Ész Richmond előtt, illetve Gogi előtt is nagyon szépen meg tudta találni a jobb oldalát ott annak a kapunak, és hát ismét vezet a Békés Csaba Esport Egyesület. Kétszer sikerül. Vajon az MTK-nak sikerül F2-ből kétszer az egyenlítés? Ez a nagy kérdése most a következő másodperceknek. Most a B jöhet egy szép kis helyzettel, és viszont lebítelik, és ott lehet a helyzet is, mellé ugrik a narancs játékos, nem éri el a backboardról a labdát. Észt ketten is jöttek levíteni, Gogi és Richmond is. Aztán Rasni ugrik el. Érzés egyébként, ő neki kéne egy kicsit jobban felvenni a fonalat a mai nap során. Féltávhoz érünk, megint csak döntetlen. És most már az MTK jöhet, Goginak nincs meg arról a részet. De a labda az viszont a B-nek igen. Ott a középre ívelt labda, lőhet a lövés, Norbert viszont mellé ugrik a labdának. Azért az ilyen elmisszett labdákkal egy picit talán jobban kellene vigyáznia itt most a Békés Csabai Esport Egyesületnek, hiszen egy nagyon szép lövéset tudták megszerezni még ott a vezetést is, de hát az ilyesmi misszeket azért láthattuk most itt a tegnapi MTK, illetve Level Up meccsen, ahol hát egy picivel többet hibázott ugyanilyen labdáknál. Hiába ott volt egy hátsó játékos, ha elugrasz a labda mellett, akkor az nem számít védésnek, így van. És hát most ezt tudja kihasználni nagyon szépen itt az MTK. Erre kell figyelnie majd a B-nek, és amúgy én úgy gondolom, hogy nem lesz ebből 3-0, de Kókun lövését már nem tudta hátul fogni a védő. Norbertnek nem volt jó itt a tisztázása, és Kókun tud ebből instant lőni egyet. Hát ott volt még Ész, de azt már nem érte el. Hát ismét az MTK Budapesten, és hát ismét eddig ők zárkóztak ezen a meccsen, ugye 0-1-ről, illetve 1-2-ről, de most
meg tudták ragadni itt ezt a vezetést. 90 másodperc azért még hátra van, és hát most ismét a labda a Békés Csabai Esport Egyesületnél, hogy erre tudjanak valamit reagálni. Ott lehet a lövés, Kókun viszont fogja a kipattanót, pedig blokkolja az MTK. Csabi csak az MTK-nak a térfelén tudja tartani, a labdát nem tudja viszont már magánál. Az pedig egy jól pattanó labda az NTK részéről, Rasnak kell védenie, felső kapufára végül ki tudja paskolni. Richmond Goginak, Gogi fel, Kókun, ceilingről, nincs meg a double, viszont Gogi kisegíti, 4-2, és ezzel pedig már megduplálsz előnyét az NTK, East, Beatle itt Kókun, Gogi pedig lényegében az üres kapu, sőt, gyakorlatilag is üres kapuval szemben. Hát a B úgy látszik, hogy itt a mérkőzés utolsó harmadára, itt a második game utolsó harmadára egy kicsit elfogyni látszik. Elfogyni látszik bizony, de azért még mindig van szűkebb egy percünk arra, hogy itt most valamit meg tudjanak mutatni, és ott is van a lehetőség! De ez most egy MTK gól. Én néztem egy picit félre itt a kapukat, igen. 5-2-vel el tud menni itt az MTK. Észnek, hogy ez a nem túl jó beleérése volt. Nem volt igazán jó a 50, abból gondoltam egy nagyon rövidke pillanatig, hogy most itt a V-nél van a támadás, de ez nem így történt, úgyhogy most 3 gólos előnnyel, Norbertnél pattog a labda, ennél be közép a csapattársának, de Gogi ott volt már időben, tudja fogni, 40 másodperc azért még hátra van, de hát egyre nehezebb most itt a dolga a Békés Csabai Esport Egyesületnek. Hát lassan-lassan már azért arra is beszélnünk kell, hogy van-e egyáltalán úgy reális esélyük erre a 3 gólra. Megint csak a védekezésre kell, hogy összpontosítson a Kókun. Ott a 6. Nagyon jól lövegett most Kókun. Ezen a mérkőzésen az előbb is volt, ugye a rövidbe pont úgy bejezte, hogy a védő éppen nem tudott odaérni. Most pedig a hosszúra teszi úgy, lényegében védhetetlen legyen ott a narancs védőnek. Hát ez 6-2, ez innentől eldőlt a második game. 2-0-ra fog szettem belül vezetni az MTK Budapest, a B-nek pedig rendkívül nehéz dolga lesz innentől kezdve, hogyha hát egyáltalán meg akarják majd kezdeni a reverse sweep-et. Bizony, illetve szerintem a game 3-tól kezdve arra kellene itt figyelnie valójában a B-nek, hogy ezek a labdák, ezek a oldalra tett védő touch-ok, hát ne az oldalfalat találja el, hanem mondjuk akár azt a backboardot, vagy talán a sarkot, mert ezek nem fognak kedvezni itt most számukra. Egy picivel, hogyha pontosabbak tudnak majd maradni az elkövetkezendő legalább egy gémen belül, akkor úgy gondolom, hogy van még esélyük elhozni talán mondjuk egy meccset. Hát ugye ezt nem fogja hagyni nyilván az MTK Budapest, de hát láthattuk most itt ennek a Game 2-nek itt a kezdeténél is, hogy hát tud a B, hogyha akar, és nem is voltak azok annyira nagyon csúnya gólok, nagyon jól tudták kihasználni azokat a helyzeteket, viszont pontosítaniuk kell magukon. Szerintem akkor van még ebben a B-ben itt most az MTK-val szemben. Hát nem tudom, te nagyon optimista vagy a B-vel szemben. Én, amit eddig látok, azok inkább csak ilyen egy-egy kis szikra a csapattól. Én nem látom azt jelenleg ebben a mérkőzésben sajnos, hogy ez... Ez 3-0-nál különböző eredményt hozhatna, aztán majd nem tudom, lehetséges, hogy a B-nél jön egy pár fordulat, és hirtelen megkezdődik itt a reverse sweep, legyen úgy, de az eddigiek alapján inkább az van szerintem benne, hogy itt az MTK Budapest az első 2-2.5 percben le akarja zárni ezt a B ellen a harmadik game-be. Valószínűleg lehet, hogy tudott ezen a mérkőzésen most azért hosszítani ez a technikai szünet, és hogy minél hamarabb lezárná ezt az MTK Budapest, hát mint a tegnapi első mérkőzés, első meccsének 6 másodperc alatt tudott születni gól, hát itt most folytatják Game 3-on belül. Egy újabb 6 másodperces góllal, ami most Goginak a számlájára íródik fel, és hát attól függ, hogy most mit szeretnének, minél gólgazdagabb meccset, vagy minél hamarabb lezárni, teljesen más taktikával kell olyankor játszani ezeket a meccseket. Nagyon jó kérdés, hogy van-e tényleg még reális esélye a B-nek, én azért látok, valamit benne lehet, ezek csak szikrák, és azért ezt egy rendes játékidőn belül nagyon nehéz fenntartani, de amit meg tudott tenni igazából tegnap itt a Level Up Esport,
talán arra képes lehet a Bide, ahhoz mindenféleképpen még itt fel kell nőni. Főleg egy ilyen lövések ellen, amit ismét csak Gogi tud intézni, arra a narancsága kapura. Hát, így egyre kevesebb az esély, az biztos, és hiába volt hátul egy, akár mondjuk másfél védekező játékos, hát az nem volt elég, mert meg tudják azért mutatni a foguk fehérjüket, itt az MTK játékosai, és 2-0-ra ezzel módosítják az eredményt. Sőt, jött is a harmadik! Norbert ezt most megállítja. De jön még egy lövés Richmondtól, teljesen beszorul a B. Norbert oldalra ki, Kukun már levegőben. Ész. Még mindig ő. Őt érzem a legerősebb játékosnak a B oldaláról messze. Aki úgy ki tud néha bontakozni és előre tudja lendíteni a csapatnak a formáját. Egy az egyben Kokunnal szemben megoldja. Kicsit próbál lassítani itt az MTK-nak a lendületén. Norbert kap egy részletet, nincs boostja. Richmondé lesz Kokun elképesztő sebességgel a B-vel szemben. Megszerzi a harmadik MTK találatot is. Már itt olvassa, hogy hova jön ez a labda. Még a B játékosok éppen csak elkezdek felugrani. Másfél percen belül már három gólos az előny, és hát amit mondtam, úgy látszik, hogy teljesen beigazolódik. Az MTK Budapest ezt nagyon gyorsan le akarja zárni. Exponenciálisan nő, én úgy látom legalábbis itt az MTK-nak, akár mondjuk a teljesítménye, akár a góljainak a száma, biztos, hogy most óriási fölénnyel indultak meg itt a Game 3-on belül a B-vel szemben, akiknek, hát hogyha jól emlékszem ebbe a szűk 2 percben, de nem volt még olyan nagyon veszélyes támadások itt most erre a kék kapura. Közben jön egy újabb MTK támadás, amit most Richmond próbál, nagyon okosan, de ezt most nem sikerült nekik befejezni. Észtenné ki oldalra a labdát, az továbbra is az MTK oldalán fog maradni, jön fel Kókon, de hát ha nem is sikerül minden támadást gólhoz vinni, azért a nagy szájunk törvény, illetve az MTK teljesítmény alapján Gogihoz íródhat most a következő gól. És hát nem telt még el, kicsivel több, mint 2 perc csak, de hát már azért egy 4-0-át láthatunk most itt az MTK javára. Nagyon, én nem is tudom, hogy hogyan még hátra 2-56, de már teljesen úgy érzem a sok goal replay-ből, hogy lassan már mérkőzés utolsó percébe kéne lenni. Itt a B nagyon elfogy a meccsnek a végére, lényegében ugyanaz történik, mint hogyha a tegnapi nap első mérkőzéseire gondolnék. Közben ott az ötödik. Gogi az, aki vitte a labdát, hiába volt ott az egyik narancsjátékos, talán Ész. Igen, Ész próbált meg ott backflippelni a labdára. Rosszul tudott beleérni, és így ez Gogi kihasználja. 5-0, és hát még csak a meccsnek a felénél vagyunk. Nos, hogyha jól tudom, akkor ez már 4 Gogi gól volt. Amit ugye tegnap is láthattunk, hogy talán nála volt meg az az igazán irányítói szerep, vagy nagyobb teljesítmény itt most az MTK csapatán belül. Az biztos, hogy mindenki kell itt a csapatból. Észtől egy kisebb rálövés, az nem fog most kaput találni, és Richmond ismét csak megindíthatná azt a labdát. Kókun próbálkozott egy előrelövéssel, de Észhoz még hozzá tud érni. Újabb lövés Kókuntól, ott vattak az a labda. De hát már nem jól tudott beleérni az utolsó hátsó narancsága védő. Hát még 2 másodperc maradt hátra, de 6-0-val itt most már tud vezetni az MTK Budapest. Itt ennél a 6 gólnál 4 Gogi gól, illetve 2 Kókuntól. Hát hogyha ez így fog tovább menni, akkor úgy gondolom, hogy még egészen sokáig is itt tudunk ülni, talán mondjuk emiatt a gól replayek miatt. Ezt most nem akarja hagyni itt a Békés Csabai Esport Egyesület, nekik már arra kell koncentrálniuk fejben talán, hogy milyen is lesz itt a következő mérkődésük, de szerintem még egy-kettő szépítő gól azért beleférhet B oldalról. Hát maximum már csak ez lehet a céljuk, és rámegy egy bump play-re, tehát azon nyomban tudnak rotálni az MTK-nál. Richmond lepasszolja Goginak, aki lő, az viszont egy nagy védés. Kukun, megvan a reset, aztán Gogival összevesznek egy kicsit a labdán, és nem tudja tovább flikkelni a labdát. Gogi cserébe 0 boosttal Racsnival szemben, Richmond, nem jó
a beleúrás a labdába, majd racsni. Középre jöhet egy B-lövés, helyette egy kókun tisztázással. Indul meg az utolsó perce nagyon összességgel a szetnek. Azért most egy gól nélküli utolsó percet láthattunk. Picit támadással megpróbálkozik itt a B, de hát én úgy látom, hogy itt most teljesen összetört a játékuk, és hát továbbra is az MTK-nál pattog folyamatosan az a labda. Talán most egy védő van már csak hátul, de lassan azzal itt nem tud igazán mit kezdeni. Norbertnél ott van a megfelelő boost, abból egy pincs jöhet is! Richmond lehet, hogy kevés boosta, vagy nulla boosta, de azért ott volt még hátul. Nagyon szép volt azért az a próbálkozás. Én úgy gondolom, hogy nagyon jól tudott volna az kinézni itt még, hiába 6-1-nél, de Gogi úgy döntött, hogy akkor ezt a hetedik gólt inkább MTK számára fogjuk írni. Hát, góltalan utolsó, vagy előző másfél perc, de hát az itt mégiscsak volt egy. Én úgy gondolom, hogy itt már azért kettő számjegyű gólszámot nem fogunk látni az MTK részéről, de hát szerintem ez mégiscsak óriási teljesítmény. Utolsó másodpercek már csak. Nagyon maximum itt az eredménynek a véglegességét kell még kérdőre vonni. Most 7-0 lesz, 7-1, 8-0. De úgy látszik, hogy ez most már lassan megnyugszik. Itt a kedélyek. Norberttel még felrepül Richmond, de a labda már a földre akar leérni. Ez egy nagyon kiütéses MTK Budapest győzelem lett a végére. És ez egy eléggé nagy erődemonstráció volt most az MTK részéről is, azok után, hogy a Honvéd a tegnapi napon a Kids ellen nyomott egy viszonylag sima szettet. Itt most az MTK is bemutatja, hogy ők is tudnak 3-0-ázni. Ez egy tényleg nagyon jó, nem mondom, hogy hibátlan, de egy rendkívül pozitív mérkőzés volt az MTK-tól. A B pedig úgy látszik kevés volt ma. Ide kevés volt bizony, és talán, hogyha a legjobb szó az lehetne, amit már így Game 2-n belül is mondtam, hogy ez az MTK teljesítmény exponenciális. Tehát, hogy voltak azért hibák, volt még itt Game 2-n belül fölényben is igazából a B, de hát ez a végére csúcsosodott ki, és ott már nem lehetett mit kezdeni egyszerűen az MTK-val. Voltak ott rálövési próbálkozások B részről, de ez tényleg kevés volt, és nem lehetett őket sehogy sem megállítani.